Natürlich, wer erbt, ist der Mörder. Das steht in jedem Krimi. Au! Psst! Hört mal! Schritte! Draußen im Garten! Das ist der Mörder, der wiederkommt. Újabb látogató érkezik egy félelső vidéki birtokon álló házba, ahol már összegyűlt a család. A hangulat azonban igen feszült, ugyanis a családfőt holtan találják. A házban tartózkodó 8 nő röviddel ezután arra is rájön, hogy a hó teljesen elzárta őket a külvilágtól. Nyilvánvalónak látszik tehát, a gyilkos köztük van. A 8 nő című bűnügyi komédia Európa leggyakrabban játszott darabjai közé tartozik. 2002-ben filmesítette meg François Ozon. Az alkotást többek között európai filmdíjjal is kitüntették. Most a Szekszárdi Német Színház is műsorra tűzte, a hol komikus, hol feszült színdarabot, amelyet Robert Thomas írt. Lotz Katalin, Madame Chanel-t, a szakácsnőt játssza a darabban. Mindenki fontos a történetben, és egészen a végig nem is derül ki, hogy tulajdonképpen ki a gyilkos, és mindenkit gyanúsá tesznek a többiek, mindenkiről kiderül, hogy hazudik valamiben, tehát tulajdonképpen nehéz rájönni, hogy hol is van elásva az a bűnügy. Mindegyik szerepnek megvan a maga kis életrajza, amit mi megbeszélünk rendezővel, kitaláljuk, ugye, hogy viszonyulnak a többi szereplőhöz. Itt nagyon fontosak, mivel ez a 8 nő egy házban van, és ebből 6 folyamatosan együtt is él, a viszonyok, a múltak, amik nem minden jön elő, de hát mi azért ezt megbeszéljük, meg kitaláljuk, meg ott van az egész játék alatt. A főszereplő Christian Becker, aki még ilyen domináns szerepet soha nem játszott. A szerzőnek az volt a célja, hogy Gabi legyen a központi figurája a történetnek, de ebben a rendezésben nincs annyira kiemelve az ő szerepe, hanem ő is csak egy szereplő a többi között. A történet attól izgalmas, hogy mindenkinek lenne indítéka a gyilkosság elkövetésére. Alibijük pedig egyiküknek sincs. Ezért elkezdenek vádaskodni, és titkok kerülnek a felszínre, és hazugságok lepleződnek le. A rendezőnek és a főszereplőnek is feltettük a kérdést, mi is a darab üzenete számukra. Meine ganze Familie Geschichte mal in Frage zu stellen. Familie ist ungeheuer schwierig. Christian Becker azt mondja, neki saját családja jutott erről a darabról eszébe. Úgy véli, egy családrendszere sokszor igen abszurd. A rendező pedig úgy véli, hogy az alkotás fő mondani valója az, hogy a családban élni elképesztően nehéz dolog, de gyönyörű, ha ez az embernek sikerül. Természetesen vicces is ez a darab, mint általában a komédiák vagy a krimik. A színdarab abból táplálkozik, hogy történik egy bűncselekmény, és be vannak zárva az emberek, ami nyomasztó. Fontos tudni azonban, hogy ez a darab az 50-es években íródott, amikor a férfinak teljesen más szerepe volt egy családban. Ezek a nők össze vannak zárva, és ahogy kiderül majd, mindegyik függ a meggyilkolt családfőtől. A szerzőt az érdekelte, mi történik akkor, ha ennek a világnak az irány nyitóját kiveszik a rendszerből. A szerző szerint ilyenkor minden nő hisztérikussá válik, mi egy picit másként látjuk ezt. Úgy tapasztaljuk, hogy ha ennyi nő, ennyi ember bajban együtt van, akkor előjönnek a múltbeli sérelmek, amiket aztán lehet tisztázni, és valamilyen fajta szolidaritás, összetartás alakul ki közöttük, jön egy új lehetőség. Und sie werden eigentlich immer solidarischer übers Stück. Izgalmas kérdéseket feszegett tehát a 8 nő című bűnügyi komédia, aminek premierje november 19-én lesz a Szekszárdi Német Színházban.